kelendőek a kézzel készített faragott használati eszközök. A kiskanizsai Tiszai Ferenc névvel és portékájával az őszi kultúrkorzón is lehetett találkozni, ahol szinte mindent megvettek tőle. Tiszai Ferencné egészen fiatalon, gyerekkorában ismerkedett meg a fafaragással édesapjának köszönhetően, aki kapanyeleket, különböző eszközöket készített. A faragás végig kísérte az életét, ma is ez a kedvenc elfoglaltsága. A korzón sokan rácsodálkoztak, hogy saját maga készíti a fakanalakat, különböző, leginkább konyhai használati eszközöket. Az is inspirált engem, hogy amikor bejelentették azt, hogy a műanyag egyszer használatos kanalakat el kell dobni, vagyis nem lesz utángyártás, és akkor utána is gondolkodtam, hát azért miért csinálhatnék én ilyent? Mert azt megelőzően csak ilyen nagy dolgokat csináltam. Érdekes mód, ugye más a kicsivel kezdi, aztán nagyobbat, mindig nagyobbat. Aztán én meg úgy csináltam, pont legelőször a leges, legnagyobbat, aztán most még mindig minél kisebbeket, amit tényleg fűszerkanálként is lehet használni.